kívánok mindenkinek, szevasztok srácok, üdvözlök benneteket egy újabb dominikai vlogban, ami egyben sajnos az utolsó is. Igen, sajnos, sajnos az utolsó. Hát, mint láthatjátok, ennyire nincsen nagyon jó időnk. Hát, tudjátok, mert még az ég is sír, hogy elmegyünk. Igen, igen, megsírat minket a dominikai anyaföld. Jelenleg Punta Canától már másfél órára vagyunk, az északi parton, ugyanis egy Samanai félsziget nevezetű helyre fogunk ma menni. Ott lesz a mai túránk. Hát ott tudni kell, hogy esőerdei éghajlat van, hát azt már jelenleg most is tapasztaljuk. De ez egy kicsit túlzás. Értem én, hogy esőerdő, de ezért ez egy kicsit túlzás. Hát igen, most már ez kicsit túlzás, szóval nagyon esik, és nem tudunk elindulni a hajó túránkra, mert azzal fog kezdődni az egész. Úgyhogy most várunk. És a kamera mögött itt van a mi egyetlen Kovirami. Hello! Hogy vagy, Kovirami? Fázol, azt mondtam. Fázom, és fáradt vagyok, és nagyon én várom, hogy menjünk. És az nagyon gyanús, hogy a helyiek már kabátban vannak. Szóval itt most jelenleg nagyon nincs jó idő ezek szerint. Azért azt bevallhatjuk, hogy egy kicsit örülünk, hogy ma nem tűzhétágra. Igen, igen, tudni kell, hogy eddigi 3 hetes utazásunk alatt most tegnap először nem kentük be magunkat. Varázslat? Ez hogy? Hát igen, Danikám, majd megtanítalak egyszer erre. Szóval tegnap nem kentük be magunkat a Ramival, meg Danival, és amúgy annyira nem látszik, de mocskosul leégtünk. Nagyon fájt. Az orrod még mindig piros. Az orromon még talán most is látszik. Úgyhogy igazából annyira nem bánjuk, de az elállhatna az eső. Na kezdődjön a trip! Mi is érkeztünk egy izgalmas hajótúra után Samanának a félszigetére. Előre elnézést kérek, hogyha homályosodik a kamera, vagy néha vizes lesz, de komolyan egy esőerdőbe toppantunk, esik is az eső, és brutális a természet. Itt ez mi? És remélhetőleg nem most fogok elesni és belejteni titeket a vízbe. Ahogy Sanyi az előbb elmondta, vagy nem tudom, hogy elmondta, mert nem tudom, hogy sikerült a felvétel, most egy barlangrendszert fogunk megnézni, ahova gyors beszaladunk, mert nagyon elerett az eső. Over me, you lock me up. Don't wanna leave. Nos, igazából azért nem volt itt beszélgetés a barlangban, mert igazából semmi érdekes nincs benne. Csak annyi, hogy régen ide menekültek az indiánok, viszont amit a vágóképen láthattatok, ilyen falfirkákat, azok nagyon nem az indiánoknak a falfirkái. Arról Sanyi annyit mondott, hogy valószínűleg ilyen 40-50 éve gyerekek összefirkálták, tehát az indiánok annél sokkal tehetségesebbek és sokkal szebben rajzolnak, úgyhogy azokat biztos nem ők hagyták ott. De megyünk tovább most is egy nyitott barlangba, ha minden igaz, oda hajóval megyünk ismét. Durván egy 2 percet jöttünk körülbelül odébb, és most megérkeztünk egy ilyen kis öbölszerű dologba, ami amúgy nagyon jól néz ki, és itt őrök vigyáznak, akik hetente váltják egymást, tehát ide jön az hétfőn az egyik, és hétfőn meg lecseréli a másik, úgyhogy tök jó. És az őr, hát miért is kell ide őr, mert ez egy nemzeti park is, hát őrzik a szépségét is, hogy ne vandálkodjanak itt a rossz gyerekek. Na és ide fogunk most bemenni Danival ketten, felfedezzük a terepet, ugyanis majd még akarunk egyet drónozni is, mielőtt elindulunk, és nagyon kevés időnk van itt. Úgyhogy ez elvégig egy ilyen nyitott barlang, ami szív alakú, vagy nem, nézzük meg. És ez itt a bejárata. Nézzük meg, homokos a talaj. Wow. Ez egy dokumentumfilm, Dani. Igen, homokos talaj. Az őslakosok mindig itt laktak, amikor kergették őket. Így van, denevérek vannak mindenfele. Sehol sincsenek, de amúgy mondták, hogy van. Aha, ez mészkő barlang lesz én, ahol ülünk. Jól lesz ki amúgy. Ha indián lennél benne és menekülnél, az első vagy a második barlangban menekülnél? Hát inkább ebben. Sokkal szebb, bár hogyha mondjuk ha indián lennék és barlangban menekülnék, akkor nyilván nem a szépségre mennék, hanem hogy
hogy tényleg úgy gyújt csak tüzet, hogy ne lássák meg, és ahhoz viszont elvileg a másik sokkal jobb volt, hogy a fák között jön ki úgymond a füst. De hogyha szépségre menik, esztétikára, akkor itt. Nagyon szép. Befolyik itt az óceán, meg homokos az egésznek az alja. Nagyon szép ez a barlang. Partot is vetettünk Santa Barbara de Samanán. Sanyi, mi itt a terv továbbiakban? Kérlek szépen, most arra a kis safari trackra szállunk, és utána pedig elmegyünk a Los Cocos vízes, és ezt besétálunk a dzsungelbe, megnézzük a helyi növényeket, utána pedig ebédelünk egyedül. Ó, nagyon jó a terv, akkor pattanjunk fel! Say we love, we say we love. We gave it all, we gave it all. Na, nagyon kalandos safari autós túránk után megérkeztünk. A dzsungelba. A dzsungelba, így van, megértünk oda, ahol majd lesznek azok a gyümölcsök, zöldségeknek a termőhelye, amit Sanyit mondott az előbb. És az előbb már találkoztunk is a kávéval. Vagy kávé. Ez itt a kávé, nézzétek? Ő lesz a kávé, őt majd megasszalják, meg megpirítják, meg minden. Viszont lemaradtunk a társaságtól, úgyhogy most járjuk ezt a kis dzsungelt, amit tényleg olyan hangok is vannak, hogy bekaka. Viszont visszatérve az idefele útra, hát nagyon hülyék az emberek. Tehát, hogy komolyan mindenki motorra jár, és mindenki dudál minden szabály nélkül, másik sávba, elsőbséget nem ismerve, hát kegyetlen, hogy milyen itt az itteni közlekedés, nagyon vicces. Na most egy patakon fogunk átkelni, és nagyon kedvesek az itteni srácok, $1 átsegítenének, de no thanks, $1 fogják a kezedet, milyen kedvesek. Ravit átfog, hát Ravi ez $1 lesz, ahogy nézem. Kérés nincsen dollár. Hát Ravi pedig, akkor itt mosogatni fogsz. Anikám, mi a helyzet itt? Szóval ez itt a Los Cocos vízesés, ahol a helyi srácok, ha megmutatom, hogy mit csinálnak. Szóval itt a kakaó, ahogy ígértem. Most folytatjuk túránkat a kajáldánkhoz, ami megmutatom, hogy hol van. Na, Sunny elmondta, hogy itt olyan kajákat eszünk, amiket alapból a dominikaiak is. Úgyhogy van itt rizs, nagyon szeretik. Szeretik a tésztát. Szeretik a csirkét. Illetve van egy ilyen hal különlegesség, ami a mangroverdőben él, a fákon. Nem. Nem mindegy, hozzá szósz, padlizsán és sali. Megettük, nagyon finom volt, kipróbáltam azt a különleges halat is, ami a fán terem. És most ezt leöblítjük egy kávéval, és ilyen fahéjas, faradászos, almás cucca. Amúgy nem tudom mi. Ja nem, csak fahéjas ananász. Fahéjas ananász, nagyon finom. Most folytatjuk utunkat a Bacardi-szigetre. És a Sanyék féle szamanai túránk utolsó helyszínére érkeztünk, a Bacardi szigetre. Sanyikám, mit kell erről tudni? Azon kívül, hogy nagyon szép. És hogy víz veszi körbe, mint a többi szigetet is. Ez egy nagyon picike kis sziget, földrajzilag nem is számít igazából szigetnek, ez egy kora atoll, egy őskora képződmény, pár hektáros kis szigetecske, ami egyébként Cayo Levantado névre van keresztelve. A Cayo az a két angolul, illetve magyarul ezt a kora atollt jelenti. A Levantado az pedig az itt őshonos fáról kapta a nevét. A Bacardi-sziget nevet az pedig onnan kapta, hogy kettő darab Bacardi rum reklámot forgattak itt. Ami egyébként csak egy képzavar, mert a Bacardi rumnak semmi köze nincs Dominikához, sőt, sokan azt hiszik, hogy Kubához már ahhoz sincs. Viszont ugye nagyon szép ez a helyszín, és ezért ugye forgat.
fogadták. Aha, szóval akkor itt nem folyik a szökőkútba bakádó. Nem, sajnos. Amanóba. Ja, viszont csinálnak ofikál pinyakoládát, tehát nem azt, azt az ilyen kocsmásat, hanem rendeset. Nézzük meg, hogy ez milyen. Gyerünk! Szóval itt van a pinyakoláda, ami ugye ananászból van. Ezt úgy készítik, hogy először is az ananásznak a belsejét azt egy ilyen speciális eszközzel kikaparják, majd a turmixgépbe rakják, és utána pedig összekeverik kókusztejjel, gyanúsabb helyeken egy kis grenadint is raknak bele, itt szerencsére azt nem, és rumot, tehát kókusztej, ananász és rum van vele, egy kis jéggel, szívószállal, Benikém, fogyassz egészségben. Hú, Sanyikám, megint nagyon jót főztél. Igyekszem. Fú, nagyon jó. Tényleg, ez tényleg igazi. A tegnap előtt sajnos lesérültem, ugyanis végbordoztunk, és a vállam nagyon-nagyon-nagyon fáj, meghúzódott. És aminek a videójában látható. Ami majd Dani videójában látható lesz. Úgyhogy sajnos megsérültem, viszont nem hagyhatom el úgy Bacardi szigetét, hogy nem fürdök. Jaj, nagyon fáj. Nagyon fáj a vállam. Nagyon fáj. Jó, de fáj! Még jobban! Nagyon fáj! Leugrott! Na ez is megvolt, most viszont indulunk haza. Ahová meg is érkeztünk, egy kis SD kártya hiba miatt teljesen elveszett az ottani kiköszönés, úgyhogy újra kiköszönünk. Úgyhogy szeretnénk megköszönni, hogy velünk tartottatok ezen a dominikai, illetve floridai utazásunkon. Köszi! Köszönjük! Hát, mondtam, hogy köszönjük. És külön köszönjük az utazlastmint.hu-nak, hogy megszervezte ezt az utazást, hiszen szerintem mindhármunknak egy életre szóló élmény volt. És az is biztos, hogy Sanyéknak a túrája is eszmetlen királyok voltak. Én kimerem jelenteni, hogy életem legjobb ilyen utazásai, főleg a sauna. Tehát a sauna az a számomra az tényleg. Raminál szerintem beszélnek a képek. Igen, Rami videójában látszik, hogy mennyire élveztük a saunát. Úgyhogy ha Dominikára jöttek, akkor mindenféleképpen Süd is anyjékat keresétek. Az utazlastmint.hu mellett ők is ott lesznek a leírásban, csekkoljátok le, srácok, bátran merem őket ajánlani. Igen. És még a videó végén, srácok, azért valamiről szeretnék beszélni. Szóval így a videó végén szeretném megragadni, srácok, hát kint az új logó, videósbolt.hu per Benipova, vannak új pólók, van új pulcsi, meg még más mintás póló, a povar, aminek a tagja tudsz lenni, ha ezt megveszed, valamint vannak ezek a sapkák is, meg plüss is, mindenféle bekerül. Hogyha itt a karácsony, ha esetleg még nincs meg, hogy mit szeretnél, akkor te mered ajánlani? Kérjétek ezt a Jézus kártyát. Igen, kérjétek ezt. Süsű sapkát. Ebbe síeljetek. Úristen, amúgy extra meleg. Én ha megyek síelni, tudti, ebbe megyek. Úgyhogy ott lesz a leírásba, csekkoljátok mindent. Én Beni voltam, köszönjük szépen még egyszer a figyelmet. Sziasztok, én Süsú voltam. Sziasztok, én Rami voltam. Szevasztok, lehetek jó?